indult Drazsics. Szécsi elindult szintén a kapujából, majd visszatáncolt, amikor látta, hogy ott van Knuster. Drazsics viszont labdát szerez. Drazsics helyzetben, Drazsics 11-es. És milyen színű lap? Sárga. Nincs dupla büntetés, mert Szécsi egyébként alapvetően a labdára ment. Egy teljesen ártatlan szituáció, Knuster sokkal előnyösebb helyzetben. Kipasszolhatná oldalra, hazaadhatná Szécsinek, ehelyett csetlik, botlik, Drazsics meg igazi rutinróka, nem elpasszolja, hanem oda tolja be, hogy pont találkozzon Szécsivel. A kapus nem tudja kikerülni a kövesdi támadót, akit mindenféleképpen dicséret érdemel, vagy illet egyébként a labdaszerzés miatt. Maga a sértett szerezhet vezetést a mezőkövesnek. Vele szemben tehát Szécsi, Drazsics, belővi, kipókálózta a bal felső Drazsics, 14. bajnoki gólját szerzi, és így a mezőkövest 1-0-as előnnyel vonulhat majd a szünetre. Hát ugye szokás volt mondani, hogy 11-est nem lehet védeni, csak rosszul rugni, hát ennél tökéletesebben helyezni elemi erővel ennyire pontosan meg nagyon nehéz 11-est elvégezni.